Szép estét mindenkinek! Sziasztok! Gyorsan bele is csapunk a lecsóba, mert pár perc múlva kezd az event. Pontosan 8 perc múlva. Úgyhogy a Tour de Zwift stage-et. B sor. 27 kili 400 szint. Úgyhogy azon megyünk ma a mai nap végig. Viszont ugye a szín miatt már most akkor kerékpár cserélek, mert ugye most a Dogma van alattunk, ez jó kis mezőny váz, de az mászásra nem lesz annyira jó. Hol vagy, etosz. Meg vagy. És természetesen nem ezekkel a bivaly kerekekkel. Hanem... Na most melyiket szeressem? Meilenstein... Ah, egy kis nyüzügén néz ki ezzel, hogy inkább ez. Aero tulajdonságai azok ugyanazok, meg a súly, úgyhogy... maradjon ez. Szebben áll neki ez a magas... felni. Vissza. És elvileg bejelentkeztem a eventre. Gyakorlatilag meg nem. Ja, de itt is van going. Nagyon jó. Csak a szememet szúrta ki. Az A grupp az egyébként az Achterbahn lenne. Majd 50 km-re 1000 szinttel, azt most nem. De lehet, hogyha vasárnap még lesz az event, ez a stage-et, meg én is úgy érek rá, akkor nekiugrunk. De most úgy éreztem, hogy ez a középtáv az teljesen jó lesz a mai napra. Úgyhogy be is megyünk. Hát akkor még 5 percünk van. Gondoltam, hogy erre az 5 percre már nem megyünk be a robopészerhez, robopészer mögé. Szokásos dolgokat bekapcsolom. Na, itt azért lehet látni ezt a szintrajzot. Itt elindulunk. Hát gyakorlatilag egy hegymenet. Aztán utána meg egy lejtő az egész szakasz. Plusz még ott az utolsó harmadnál van egy kis dombocska. Az azt hiszem tudom is, hogy melyik. Nem szoktam szeretni. De hogy nem maradjunk zene nélkül sem. Most a Rammsteinnak hoztam a 2012-es. Édesem, az is 11 éves koncert, úristen. Szóval a 2012-es koncertjét, a párizsit. Sőt, már lassan 12 éves is lesz. Az kemény.
Nem emlékszem, hogy ezen a pályán mentem már. Mert így a szintrajzból nem igazán rémlik. Lehet, hogy egyszer a badge miatt végigmentem rajta, aztán köszöntem itt szépen. Igazság szerint ezek az Innsbrucki pályák nem annyira jönnek be. Tempóra meg nem merek mit mondani a hétfőiből kiindulva. Majd meglátjuk, mi lesz. Ugye akkor is azt mondtam, hogy nem rohanunk, aztán csak bele kellett lépni a pedálba. Szép, már 760-an, 63, 64, 5, 66-an vagyunk, 7, 7, 8, nem is folytatom. Mondjuk jó lenne, hogyha nézőszám lenne ennyi. Hát akkor induljunk neki a Stage 5-nek. 27 km volt, beírunk. Tudnám, hogy miért fáj a térdem. Valami nem jó.
Eddig egész jó dolog. Na, és a síkon megyünk. Na, 7,4 km lesz az emelkedő. Itt már kezd emelkedni. 6, 2, 7, 7, 8. Két, négy. Most meg 3-3-nál. Olyan 10,78 környékén lesz vége. Megpróbálok egy olyan 2-8-3-as átlaggal fölmenni.
Ez jó idő lenne. Ugye ezt mindig szoktam mondani, hogy nem vagyok egy zverge. Viszont azt nézem, hogy még a lájtosabbik oldalra jövünk föl lejtőnél. Többnyire fekete meg piros a emelkedés, illetve lejtés, ugye? Abba az irányba.
Körülbelül olyan 10,5%-nál vagyunk emelkedésben. 10, 7, 6. Magyar kolléga előttem. Hello innen is. Szép, aki már fölért. Ne fájnalból írtam. Előbb, amikor kiálltam, nem tudom terhelni. Nem tudom, mi van. Egész nap semmi baj nem volt. Két kilométerből öt már megvan.
Vicces, hogy most is 4%-ot emelkedik. Olyan könnyű, mint a síkon lennék. Előző 11-hez képest. Magyar kolléga felért meg én. Megöttem a hárommal. Másodpercen belül. Mindjárt fölérünk. Körülbelül még van másfél kilométer.
de fölérünk. Ott van elő a kapu. Már látom. Onnan meg egy jó kis gurulás. Remek. Nem tudom kinyújtani a térdem.
Ah, nem érjük be őket. Teljesen ki van a térdem. Köszi a rájdon. Hmm.
Erre az emelkedőre gondoltam. Ez még a végén van. Ez még nem a vége. Meg van 1,9. És akkor utolsó kilométer.
akkor aki akar, ez menjen sprintelni. Örülök, ha beérek. Hát akkor ez volt a TDZ-nek a 5. szakasza. Olyan tért pályással, hogy ez nem igaz. Remélem, hogy pár nap alatt kimegy a térdem, mert nagyon poén. Egész egyszerűen, hogy kinyújtani nem tudom teljesen. De pedálnak a mozgástartományában megvan, ott annyira nem. De jobban ki kell nyújtani, ez semmi. Terhelni nem tudom. Remek. Ja, mindig mondom, hogy sportolj, vagy maradj egészséges. És a pulzusom ez tök jól lement. Úgyhogy legalább szerintem azon nincsen gond. 25-ig elbotorkálunk. Na akkor ez meg is van. Kiállunk jobbra, ahogy kell. Magyar kolléga, Kátót. Hello. Gyors Android. Most ami az érdekes, hogy a hétfőn nagyjából ugyanilyen színes volt, viszont egy jóval magasabb púlzussal tudtunk menni, be tudtam menni. Úgyhogy ez most egy egész jó. Ezt nem adjuk hozzá. Ez sem. Ezt igen. Két kép van csak összesen. Jó összesen. Na most nem mentünk klubba. Na, király! Szintet is léptünk. Ó, nem sokára meg lesz a
lángolózok, ne? 50-es szintén van, azt hiszem. Na akkor, ennyi volt a mai. Kicsit hosszabbat akartam menni, de... Érdem, az amúgy van, hogy akkor ő akarna most bármit is csinálni. Ennek fényében viszont nem tudom, mikor jövök legközelebb. Hát vasárnap gondoltam egy hosszabbat menni. Akkor hétfőn megfolytatni, vagy kedden folytatni a többit. De így ezt most lehet, hogy fogom engem pihentetni a téremet, mert most nem volt vicces. Na akkor gyors elköszönni, és köszönöm, hogy itt voltatok. Kellemes szórakozást az est további részéhez, jó játékot, jó nézelődést. És hogyha értesítést akartok kapni, amikor lesz legközelebb stream, akkor nyomjatok rá a követés gombra, és akkor megy ki az értesítő, amikor kezdek. Na, jó itt mindenkinek, kellemes hétvégét, és akkor majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!